Áldás békesség, szeretettel köszöntök mindenkit a mai reggelen is. János Evangéliuma 5. fejezetéből a 24-es verset olvasom. Jézus szavai ezek. Bizony, bizony, mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Testvérem, te mit mondanál, milyen ismertető jegyei vannak annak, ha Ezek az egytől egyig életfontosságú igazságok, amikről itt Jézus ebben a versben beszélt, valakinek az életében már működő valóságként vannak jelen. Talán túl sokszor gondolunk erre az igére is, úgy még hívő emberekként is, hogy na ennek a nagy ígérete, ez az átmenet, ez még előttünk van. De nézd meg, hogyan is fogalmaz az igevers átment az életbe. Nem át fog majd menni egyszer valamikor a földi élete végeztével az illető. Nem. Azt mondja, aki hisz, aki hallja, az átment a halából az életbe. Akinek az életében ez az említett hallás párosult már hittel, abban végbe ment ez az átmenet. De akkor ennek már itt jelei kell, hogy legyenek három ilyen jelet hoztam. Te meg majd folytasd tovább ezeknek az összegyűjtését. Akinek az életében végbe ment ez a nagy átmenet, annak az élete Isten igéje után vágyódó élet lesz. Eszembe jut egy fiatal ember, aki a játék szenvedély rabságából szabadult meg annak idején a kis falusi gyülekezetünkben. Ott lehettem mellette, amikor átment a halálból az életbe a szívével hallotta meg az evangélium szabadító üzenetét akkor először, és hittel párosult benne, és a bűnvallásával kifejezte, Istennek van igaza, bízik ő benne. Emlékszem, rögtön kapott egy bibliát is tőlem, aminek az olvasásába még ott, helyben, az irodámban bele is kezdett. Egyszer csak arra lettem figyelmes a szomszéd szobából, hogy szabályosan újjongva örvendezik, kiáltozik ez az ember, a nagy felismerésén. Itt rólam van szó, kiáltotta. Akarsz-e meggyógyulni? Ez nekem szól. Igen, igen. Hihetetlen volt ez az egész, mégis nagyon örülök, hogy megélhettem. Bizony az igazi életjel, egyik életjel, az igéhez fűződő viszony, akinek az életébe végbe ment ez az átmenet, a halálból az életbe, annak az élet beszédévé lesz ama betű. Az már nem csak kenyérrel él. Ez a srác ma egyébként egy ifjúsági missziónak az egyik vezetője. Akinek az életében végbe ment ez az átmenet, még egy másik életjel, annak az élete a bűnre nagyon érzékenyé váló élet lesz. Egy híres misszionárius lelkész mondta el egy ige hirdetésében, hogy mindig megdöbbenti, hogy a gyülekezetben újra és újra Bűnbánatkor a leghitelesebb, átadott életű szolgálatban hűséges gyülekezeti tagok jönnek előre sírva, zokogva bűnbánattartáskor. Aki pedig, vagy akik pedig, ő is tudja róluk, hogy de nagy szükségük lenne erre, a bűnbocsánatra csak keményen, konokul ülve maradnak a padjaikban. Igen, aki átment a halálból az életbe, az a bűn sötét átka alól szabadult meg, és esze ágában sincs visszatérni oda. Ezért nagyon érzékeny a bűnre. Saját életében tapasztalta már meg a különbséget. Ha ütközben el is bukik, rögtön tudja, szaladhat a kegyelem királyi trónusához, mert tudja, neki ott már szabad bejárása van Jézus Krisztusért. És még egy harmadik, utolsó életjel, akinek az életében végbe ment ez az átmenet. Annak az élete az önmagába forduló, halott mi voltából, a másik embert észrevevő, másokért élő, szolgáló életté lesz. Van egy kedves családi barátunk, testvérünk, aki messze- messze földön lakik, és egy nagy világvárosban a gyülekezetének a hajléktalan misszióját vezeti megindító volt hallgatni őt nem olyan régen, ahogy azokról az emberekről beszélt, aki felé érzi, hogy küldetése van, és akik felé szolgál. Hogy milyen mélyen érez irántuk, hogy mennyire tisztán látja elveszettségüket, és azt, ahogyan és ami egyedül segítségükre lehet Jézus Krisztust. Lehetne még folytatni a sort, kedves testvérek, nem teszem. Te folytasd majd magadban tovább az életjelek összegyűjtését. Emlékezve és hálát adva Istennek, hogy mit nyertél te már meg ezzel a halálból életre való átmeneteddel. Ha pedig úgy érzed, hogy lankad a vágyódás, tompul a bűnre való érzékenység, és kezdesz önmagad köré fordulni, legyen ez a mai üzenet emlékeztetővé, inspirációvá a számodra, és folytasd másképp az utadat. Ámen.